Az elmúlt 5 év legbiztonságosabb szilveszterét könyvelték el a román hatóságok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy zökkenőmentesen zajlott az évváltás. Nem unatkoztak sem a közúti rendőrök, sem a sürgősségi szakorvosok. Országos szinten 30-al kevesebb közúti baleset történt szilveszter napján, mint egy évvel korábban, de jó hír az is, hogy a halálos áldozatok száma is csökkent. A közutakon számos kihágás történt, a közúti rendőrség ezúttal sem volt elnéző a szabálytalankodó gépjárművezetőkkel szemben, de a rohamentősök is fokozott erőkkel léptek fel. 13.800 hajtási engedélyt fontak be a megengedett sebességhatár átlépése, alkoholfogyasztás, valamint olyan kihágások miatt, amelyek veszélyeztették az autós forgalmat. A sürgősségi beavatkozások terén több mint 33.500 esetben kellett fellépni, ezek többségét a rohamentő szolgálat teljesítette. Ilyen szempontból ez volt az elmúlt 5 év legbiztonságosabb szilvesztere, tette hozzá. Az országos adatok azonban nem egyeznek a Maros megyei rohamentő szolgálat statisztikáival. A híradónknak nyilatkozó sürgősségi szakorvos azt mondja, nem volt kevesebb munkájuk, mint egy évvel korábban. A balesetek száma nagyjából megfelel a tavaly ilyenkori adatoknak. Súlyosabb baleset kb. 8-10 lehetett a 3 nap alatt. Az alkoholos intoxikációk száma sajnos ugyanaz a standard, megvolt az 5 és 10 közötti páciens számunk minden ügyeletben, és az ételmérgezések is nagyjából ugyanazt a statisztikát mutatják. Szilveszterkor országos szinten több mint 40 000 rendőr, csendőr, tűzoltó, orvos és rohamentős teljesített szolgálatot.